Szép jó napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy újabb videóhoz, ahol kérdezfeleleket fogunk együtt csinálni, viszont közben ecseteket fogunk mosni. Ugyanis az ecsetmosás ez egy olyan képesség, amit nem túl sokat gyakorlok, sajnálatos módon. Az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb lépés szerintem mind a bőrápolásban, mind a sminkelésben a tiszta ecset, viszont nagyon-nagyon rossz helyen állok az ecsetmosás terén. Alig mosom őket, és tudom, hogy szörnyű, igyekszem fejlődni, viszont hát igen. Keresztapáiktól karácsonyra kaptam egy ecsetmosó kis készüléket. Biztosan láttátok már rengeteg helyen, ugyanis ez egy pár éves termék. Viszont nekem még sose volt, és még soha nem is láttam élőben, nem is próbáltam ki. Úgyhogy arra gondoltam, hogy veletek próbálnám ki, viszont hogy ne csak néznetek kelljen, ahogy mosom az ecseteket, kitettem ma egy sztorit, ahol megkértelek titeket, hogy tegyetek fel nekem kérdéseket, és kimentettem párat, és azokra fogunk válaszolni közben. De nyilván ezt magatoktól is tudtátok már. Ha bárkit érdekelne, nem vagyok egyébként szemüveges, ez a szemüveg egy dioptria nélküli csak védő rétegeket tartalmazó szemüveg, ugyanis viszonylag későn veszem fel ezt a videót, és nagyon fáradt már a szemem, rengeteg a lámpa, és hogy ne legyen csupa vörös a videó végére, ezért felkaptam a szemcsit. Tehát a kellékeink a mai napra. Egy pohár iszi, hogy a kedvem jó legyen, és hogy jól érezzem magam. Van itt nálam egy vízforraló langyos meleg vízzel, 3 tálka, amik nyilván a víz cseréléséhez fognak kelleni, maga nyilván az ecsetmosó kis szerkezet, 2 törölköző, nincsen konkrét ecsetmosó szappanom sajnos jelenleg, viszont ezt a La Roche-Posay arclemosót szoktam használni ecset és szivacsmosáshoz, ugyanis habár egyenesen az arcomra nem szeretem, mert nekem kicsit szárít. Az ecseteket és a szivacsokat nagyon szeretem ezzel mosni, mert azt viszont tudom, hogy nagyon jók benne az összetevők, úgyhogy semmi olyat nem viszek bele az ecseteimbe vagy szivacsaimba, ígérem, nem mondom el többet, amit nem szeretnék az arcomra, és természetesen az összes ecsetem. Biztos van pár, ami nincs itt, de a nagyja megvan. Rendezkedjünk egy kicsit, és kezdjünk is bele. Első lépésben leterítettem az asztalt a törölközővel, hogy véletlenül se csöpögtessek semmit ki, amit nem kellene. Van-e jelzés ezen vajon, hogy meddig kellene önteni? No? Oké, okay. Ezt meghagyjuk tiszta víznek, ez lesz mindig a szappanos, és abba megy majd a koszos, ezt meg nem tudom miért hoztam, de itt van. Azt mondom, hogy haladjunk méretenként, és válasszunk ki mondjuk egy 15 milliset. Így vannak egyébként a kis tartók, amin rajta vannak az átmérő méretek milliméterben. Ezt fel kell ide pattintani, és ki kell választani egy ecsetet, ez ebben kicsi. Lehet, hogy ki is tehetném őket, hogy lássam. Egyébként a legnagyobb problémám az ecsetmosással az szokott lenni, hogy nagyon lassan száradnak meg, úgyhogy remélhetőleg ez megoldást fog nyújtani rá, és így tudom majd többet mosni őket, ez tökéletes. Tehát így kell feltenni a kis ecsetet, és a lényeg annyi, nem tudom, hogy látjátok-e, hogyha nem emelem fel, be kell kapcsolni, és így fog majd pörögni. Ja, és a lényeg, hogyha kiemelitek a vízből, akkor pedig ki tudjátok centrifugálni, és szinte száraz. Ez megoldotta az összes problémámat konkrétan? Tehát nem tudom, befejeztem-e a mondatot, de azért nem szeretek ecsetet mosni, mert nagyon sokáig tart, mire megszáradnak. Most, hogyha ez így megszárítja, akkor minden héten ecsetet fogok mosni. Abba biztosak lehettek. Tehát ebből kijöntök egy kicsit ebbe a tálkába, ami tele van szőszer, úgyhogy először inkább ezt csak kiavítettük. És ebbe a tálkába elő fogom mosni az ecseteket, mert nagyon koszosak, és hogy csináljam? Úristen, hogy csináljam? Szerintem ebbe a vízbe kellene
párkumpányi szappant belenyomni. Gőzöm sincs, hogy mennyit, őszintén megmondom. És... majd mindjárt kitapasztaljuk együtt, hogy mennyi idő alatt mossa ki. Lehet kicsit sok lett a szappan. Wow! Nem értem. Ezt értem, hogy forog. És értem, hogy szappanos víz. De sima forgástól. Hogy mosódhat ki ennyire tökéletesen? Három lépéses módszert alkalmazok. És szinte száraz. Ez? Esküszöm nektek, aki nem szeret ecsetet mosni, vegyen ilyet. Teljesen friss az illata, tökéletesen tiszta. What? Mi van? Konkrétan tehetem vissza. Nem hiszem el. Oké, okay. Most, hogy láttuk, hogy működik, megnyitom gyorsan a screenshotjaimat, ugyanis kivételesen előre készültem. Nem fogok válogatni, amiket leszcreenshotoltam, csak szépen sorba fogunk haladni, és közben remélem, hogy nagyjából látni fogjátok, hogy mit csinálok, de mosogatjuk együtt az ecsetkéket. Milyen hatással lett az életedre az, hogy elkezdtél videózni? Őszintén megmondom, hogy szerintem csak és kizárólag pozitív hatásai vannak, lettek. Nem gondolom, hogy bármi negatív hatása lenne. Nyilván van egy olyan része, amit nem feltétlen szeretek, ez a komment részleg, és nyilván a idióta hülye gyerekek, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de azok az utálkozó, rosszindulatú kommentek, amik igazából sehova nem vezetnek, csak valaki azért írja le, mert unatkozik, vagy rosszul érzi magát a bőrében, ezeket nem szeretem, de ezen kívül semmi. Tehát ott tartottam, hogy csak és kizárólag pozitív, és nagyon sok új embert ismertem meg, nagyon sok új dolgot tanultam, olyan dolgokat, amiről előtte fogalmam se volt. Konkrétan egy több, nem is egy, több szakmával idézőjelben rendelkezem jelenleg. Nincsen papírom videóvágásról, fotószerkesztésről, meg ilyenekről, de egy csomó dolgot megtanulhattam, amit soha nem gondoltam, hogy fogok tudni, úgyhogy csak pozitív. Egy 10-es skálán mennyire várod, hogy Bence megkérje a kezed, vagy te szeretnéd-e? Szerintem erről már többször beszéltünk egyébként, szeretném természetesen, de nem siettetem. Igazából szerintem nincs értelme siettetni egy férfit a lány kérésbe, mert hogyha nem magától akarja, akkor szerintem. Hogyan manifestálsz? Ez nagyon tetszett ez a kérdés. Sajnos nem úgy, ahogy szeretnék. Ugyanis nem foglalkozom vele annyit, amennyit szívem szerint foglalkoznék. Az igazság az, hogy nagyon-nagyon szeretnék reggel ébredés után első dologként meditálni, viszont reggel ébredés után az első dolgom az, hogy Oleszt szórakoztassam, ugyanis jelenleg még olyan korba vagyunk a kis majommal, hogy miután ő felkel, megreggelizik, rögtön játszani akar, és nem nagyon lehet vele semmit nyugis programot csinálni. Ha valaki esetleg lemaradt volna, akkor ide teszem nektek, van egy videóm, ahol moodboardot készítettem, azokat a dolgokat, amiket szeretnék bevonzani az életembe idén, azokat megtaláljátok abban a videóban. Hogyha érdekel, akkor csekkoljátok le. Azokkal szoktam foglalkozni, minden nap ott van előttem a tábla, naponta többször látom, de sajnos semmi konkrét, leülök és csak ezzel foglalkozom egy fél óráig. Ilyen sajnos nincs. Oké, kicsit ferdén tettem valószínű bele, mert lötyög újra. Ez lesz az. Kicsit kezd túlhabosodni. Kijöntök belőle egy picit. Úgy néz ki, mint valami nagyon-nagyon fura sör. Next! Neked hogy sikerült megszeretned magad? Lesz majd egy horoszkópos kérdés később, tudom, és kicsit ez ahhoz is tartozik. Napokban láttam egy horoszkóp elemzést, ami úgy nézett ki, hogy a különböző csillagjegyek hogyan állnak magukhoz, önbizalom téren. És nem tudom, hogy tudjátok-e, de én pont az oroszlán és a szűz határán születtem, és nagyon sokszor érzem, hogy
mind a két jegyből van rengeteg rám igaz dolog. Szerintem nekem sosem volt bajom az önbizalommal. Valahogy ez így, jaj, nem szívesen mondom azt, hogy jön belülről, de igen, valahogy így van. Nyilván rengeteget lehet ezzel foglalkozni, és ha szeretnétek egy ilyen tippes videót, vagy hogy mit tudtok kipróbálni, hogy több önbizalmatok legyen, vagy valami ilyesmi, akkor szívesen csinálok, de szerintem valamilyen szinten ez lehet úgymond vele született is, vagy nem tudom, hogy mondjam. Én azt hiszem, hogy talán ebbe a kategóriába tartozom. Következő kérdés az, hogy mennyibe került a legdrágább parókám, és honnan van. Minden parókámat egyébként AliExpressről veszem, ugyanis árérték arányban nagyon jók azok a parókák, és főleg úgy, hogy közel sem vagyok profi, és nem használom őket nap mint nap, így nem látom értelmét több százezer forintért parókákat venni. Viszont nyilván erre is lenne lehetőség. Nagyon-nagyon sok iszonyatosan drága parókás oldal létezik, úgyhogy kedvetekre válogathattok ott, ahol szeretnétek, de szerintem a legdrágább parókám az egy ilyen 60-70 pár ezer forint lehetett. Általában egyébként, hogyha parókát tervezek vásárolni, akkor ilyen 50 ezer forinttal számolok, mert körülbelül azok a hosszúságúak, amiket én szoktam venni, azok olyan hosszúak. Nem véletlen nem vettem még parókát mostanában, nem nagyon éreztem a készítést, hogy 50 ezer forintért hajat vegyek jelenleg. Most egy nagyon érdekes mérethez értünk, ugyanis a kettő közt nincsen semmi, és nem tudom, hogy ebbe jók lesznek-e azok, amiket én szeretnék, hogy jók legyenek. És kezd koszos lenni a víz, úgyhogy szerintem cserélek egyet, mert a nagy vizet nem szeretném feleslegesen összekoszolni. Következő. Nem gondolod úgy, hogy amikor összejöttél Bencével, sokkal gyönyörűbb voltál? Egy K-val és 6 darab A betűvel sokkal. Kezdjük azzal először is, hogy kifejezetten tapintatlan vagy, köszönöm kérdésed. Ezek szerint most sokkal csúnyább vagyok, de nem. Szerintem minden életkornak és életszakasznak megvan a szépsége. 100%-osan tökéletesen érzem magam a bőrömbe. Amit szerettem volna, azt mindent megcsináltattam, amit akartam, azt elfogadtam magamon, úgyhogy nem. Szerintem nem voltam sokkal gyönyörűbb, amikor összejöttünk. Az biztos egyébként, hogy akkor vékonyabb voltam. Nem sokára elérünk majd újra oda is, de gyönyörűbbnek nem hinném, hogy gyönyörűbb voltam akkor. Miért vagy a leghálásabb az életedben? Szerintem erre egyértelműen mondhatom 100% család. Mind a gyerekkorom tekintetében, mind jelenlegi támogatás terén, és itt nem feltétlen az anyagi dolgokra gondolok, hanem kapcsolatra, család egyértelműen. Következő kérdés az egy kijelentés, méghozzá annyi, hogy szoktatok smárolni, de szeretném elmondani, hogy minden nemű fizikai kapcsolatot elítélek fiú és lány közt, úgyhogy Bencével legjobb esetben pacsizni szoktunk, vagy maximum egymásra nézünk. Persze, hogy szoktunk smárolni, 3 éve együtt vagyunk. Imádom az ilyen kérdéseket. Megfogtátok már egymás kezét? Nem, még soha. Van egy olyan kérdés, hogy tudok-e énekelni? Hát tudni nem tudok, de szeretni szeretek, úgyhogy szoktam. De ez mind, úristen, nagyon csálé lesz. Szeretnétek-e Olit komolyabban tanítani? Őszintén megmondom, hogy szerintem elég komolyan tanítjuk egyébként Olit, ugyanis Nyakas Gábor kutyaviselkedési szakértővel szoktunk rendszeresen találkozni, és ő segít Olesznak a folyamatos fejlődésében, úgyhogy elkezdte, képzeljétek el, az őrzővédőt is, úgyhogy szerintem egészen komolyan foglalkozunk vele, nyilván
még ő is kicsi, meg mi is kezdők vagyunk, de szerintem egyébként egészen jól alakulnak a dolgok. Ha tehetnéd, milyen szakokat tanulnál egyetemen? Igazából tehetném, mert a lehetőség ott van, csak nem akarok. Ez nem azt jelenti, hogy nektek nem lehet jó a továbbtanulás, vagy ne tanuljatok tovább, ez az én döntésem, választásom. Viszont a pszichológia az mindig is nagyon-nagyon érdekelt, és hogyha valamit kellene tanulnom, akkor szerintem azt választanám, vagy valami bőrgyógyászattal kapcsolatos dolgot. Nyilván azt is tudjátok, hogy imádok mindent, ami bőrápolás, úgyhogy mindenképpen valami ezzel kapcsolatosat szerintem. Mitől függ az, hogy kapsz-e csomagot, termékeket XY márkától? Őszintén megmondom, hogyha tudnám, akkor sokkal több csomagot kapnék. Azt hittem, mindig azt hittem, hogy azon múlik, hogy mennyi követőd van, mennyien nézik a videóid, mennyien lájkolják a képeid, de szerintem, hogyha csak ezen múlna, nyilván nem csak ezen múlik, de ha csak ezen múlna, akkor szerintem azért több csomagot kapnék. Valószínű, sőt biztos, hogy egy bizonyos szimpátiára is szükség van, de nem tudom. Nyilván, ha eddig nem jöttetek még rá, akkor elmondom, hogy nem szoktam sok csomagot kapni egyáltalán. Szerintem az egyetlen olyan cég egyébként, aki rendületlenül küldi nekem az ajándékcsomagokat mindenféle együttműködés és elvárás nélkül, az a Lush, és nagyon szépen köszönöm is nekik, mindig. Legrosszabb esetben szerintem 2 havonta kapok tőlük csomagot, úgyhogy nekik nagyon szépen köszönöm, mindig nagyon-nagyon jól esik. Úgy érzem, hogy foglalkoznak velem és szeretnek, úgyhogy köszönöm nekik. Mióta együtt vagy Bencével, nem beszélsz más idegen fiúkkal? Miért beszélnék más idegen fiúkkal? Szerintem az baromi nagy tapintatlanság, hogyha van egy tartós, viszonylag régóta tartó párkapcsolatod, és közben ismerkedsz. Szerintem ennél nagyobb taplóság nem igen van, úgyhogy nem, egyértelműen nem szoktam idegen fiúkkal beszélgetni, ismerkedni. Beszoktad-e tartani az újrahasznosítási, válogatási szabályokat? Van, amiben mindig igen, viszont nagyon sok dologban sajnos nem. És egyébként határozottan szeretnék ezen változtatni, ugyanis mindig is nagyon foglalkoztatott a szelektív és a környezet tudatos életmód. Nem zero waste, mert annyira azért nem vagyok pró, de szeretném elkezdeni kicsit komolyabban, és mihelyst bejön az állandó jó idő, és tudok egy kicsit kinti dolgokkal is foglalkozni, akkor szeretnék pár drasztikus lépést tenni ennek az ígynek az érdekében. Jó, ez nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Egyszer említetted, hogy lesz vlogos csatornád, az hogyan, mikorra lehet várni? Kitettem erről egyébként egy, azt hiszem, hogy egy ilyen kérdéses Insta sztorit, és nagyon megosztó volt a reakció. Rengetegen imádtátok, viszont nagyon sokan azt mondtátok, hogy teljesen felesleges, hülyeség, blablabla. És őszintén megmondom, hogy én nagyon szeretném, nagyon régóta foglalkoztat ez a dolog, úgyhogy meg fogom csinálni a magam kedvéért, és ezt úgy kell elképzelni, hogy lesz ez a főcsatornám marad természetesen, és itt lesznek az ilyen videók, amikor leülünk, van egy téma, vagy kérdezfelelek, sminkes, körmös, bencés, olis, de egy helybe kamerával szembe ülök, és lesz a másik fajta csatornám, ami meg csak vlog lesz. És azért, mert van az egyik csatorna, nem fog elhanyagolódni a másik. A vlog csatornát szeretném, hogyha egy ilyen nagyon családias, nagyon laza környezet lenne, szinte alig vágott videókkal, pont annyira, hogy élvezhető legyen, úgyhogy, ja, szerettem volna márciusban elkezdeni, viszont az egészen pontosan 24 perc múlva van, és nem érzem magam felkészültnek rá, de lehet, hogy hónap közepére összetudunk készülni, úgyhogy nem sokára jön a vlog csatorna. Sokat gondolkodsz azon, hogy milyen tartalmat gyárts? Bejött egyébként Bence, úgyhogy most már ketten vagyunk,
Szerintem ezt egyébként mondhatjuk, hogy ez mindennapos téma nálunk. Tehát, hogy szerintem nem csak nálunk, ez minden egyes youtubernél, tartalomgyártónál, kreatornál szerintem állandó dilemma és kérdés, hogy milyen tartalmat gyártson. Hogy bírta a hajad a szőkítést, hogy ilyen szépen megmaradt a hossza? Köszönöm szépen, elmondanám egyébként, hogy a hosszával kapcsolatban rengeteget vágattam már belőle, tehát minden második fodrászhoz menetelnél, hanem minden alkalommal majdnem 10 centit vágunk belőle. Egy az, hogy genetikailag nagyon sok hajam van és nagyon gyorsan nő. Kettő pedig, hogy az, hogy most ilyen szőke vagyok, az annak az eredménye, hogy 3 éve? Szerintem 3 éve folyamatos. Wow. 3 év alatt jutottam el erre a szintre, de 2 év alatt biztos, tehát ez nem egyik napról a másikra történet volt. Ja, és nyilván rengeteget van hidratálva, folyamatosan, mindennel. Szeretnél-e nagyobb szájat, vagy meg vagy elégedve a mostanival? Nekem így is akkora szám van. Nem figyel, Bence, mindegy, remélem ti nevettetek. Egyébként szeretnék beletöltetni, viszont nem a mérete miatt, a formája nem teljesen tetszik jelenleg. Úgyhogy az szerintem márciusban lesz egyébként, március vége fele valamikor töltve, kicsit javítva. Rajtam kívülálló okok miatt orvosváltás fog következni, amit félig sajnálok, félig nem, de ti vagytok az elsők, akik megtudják, hogy új dokihoz költözünk. Ez kivágja. Nem tudom. Szia, nem tudom. Hiszel-e a sorsban, vagy a horoszkópban? Én amúgy igen. Minden ilyen, mindenben. Tényleg. Mi az? Minden. Hát igen, ami spirituális dolog, az mindenben egyébként. Te egyébként hiszel? Igen. Hát én voltam az, aki a kutyánál azt mondta, hogy ennek így kell történnie. De így horoszkóp, meg ilyenek? Abban nem. Nem? És abba se, hogy a horoszkópod, mint a csillagjegyed meghatározza valamilyen szinten a személyiségedet? Abban sem. Valamiben nem értünk egyet. Úgyhogy én igen. Nyilván nem vakon, és nem mindenben, de egyébként ja. Figyelj, erre kíváncsi vagyok, hogy te mit mondanál. Ez tök jó, hogy amúgy a horoszkópos dolog után jött. Elvállalnál-e munkát, ahol már egyszer elutasítottak, de mégis kell nekik plusz egy ember, aki te lennél? Nem. Én sem. Már elutasítottak, akkor ez egyébként lépjenek egyet hátra, és tegyék, amit kell. Szerintem nem tudom, hogy a csillagjegy miatt, vagy nem, de én nagyon makacs vagyok, és ha valaki nekem egyszer azt mondja, hogy nem, akkor az tőlem a feje tetejére is állhat, csak azért se fog kelleni, akármit is ígér. A végére értem a kérdéseknek, ecsetből még van rengeteg, viszont szerintem most elköszönök tőletek. És hogyha szeretnétek, hogy legyen egy ugyanilyen, akár másfél órás, csak live formájában. Ó, de jó! Imádom az indokolatlanul hosszú live-okat. Nagyon szeretem. Szerintem erre már rájöttetek egyébként. Tudjuk a szekrény építés után. Tudjuk csinálni ugyanezzel a kamerával ugyanilyen minőségben. Csináljunk már egy ilyen live-ot! Úristen, de jó! Szóval, ha szeretnétek ilyen live-ot, akkor mindenképpen dobjatok erre a videóra egy like-ot, és írjátok le a komment részekbe. Viszont én most elköszönök. Befejezem az ecseteket, bevágok ide egy képet, ahogy kész van minden ecset, 100%-osan szárazon és tisztán, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!